Régóta tervezi már az együttes, hogy csapathimnuszt ír a progimnak, nemrég az utolsó simításokat is elvégezték, már hallgatható a dal. A csapatnak és a szurkolóknak mutatták be először. Így jöttünk ide ma este, hogy a No Sugar együttes írt a progimnak szánt, akár lehet a progimnak a himnusza is ez a szám, amit meg fogunk hallgatni, és végül is ti fogjátok megszavazni azt, hogy jó lesz ez a progim zene, progim himnusznak akár ez a szám, vagy nem. Azért hívott ide az együttes titeket, hogy most ma este ezt a számot ti meghallgassátok. Fülbemászó dallam a szurkolók szívéhez szóló szöveg jellemzi a Progim című dalt, nem csoda, hogy elsőre megkedvelte a csapat és a szurkolók is. Utóbbiak maguk adták a szurkolói betéteket a dalhoz. A No Sugar két tagja is rendelkezik jégkorongozó múlttal. Bazilides László komoly jégkorong karriert tudhat maga mögött, Boerio Adrián pedig hokikapusként szerzett több korosztályos bajnoki címet. Majd mindenki fogja hallani remélhetőleg, ez egy tempósabb, rokkosabb dal, arra szolgál, hogy ösztönözze a szurkolókat és a játékosokat, hogy jól tudják játszani. Ez is már 2-3-4, akár 5 éves is lehet, amikor neki fogtunk megírni, és mindig úgy minden évben, úgy pont mikor a csapat mondjuk a csúcson volt, vagy pont nyert egy mérkőzést, akkor mindig, ugye van nekünk két sztárhokistánk az együttesben, és ők mindig mondták, hogy jó, meg kéne csinálni, mindig halogattuk, hogy hát jó, megcsináljuk, most ekkor csináljuk. És aztán most előtt ez az idő, amikor azt mondtuk, hogy ezt a mi részünkről legalább legyen letudva, hogy mi befejeztük a munkát, és most nekiszöktünk és megcsináltuk. A dal igen népszerű, több ezren nézték meg a zene megosztón, a világhálón nagy sikert aratott már is. A hazai mérkőzéseken is rendszeresen hallani lehet majd.